Sziasztok, képzeljétek el, hogy libegnek, lobognak a függönyök, kereszthúzat van, hetek óta ilyen nem volt, és 20 fok. Teljesen kiürültek bizonyos, látjátok? Teljesen kiürültek bizonyos szekciók így a fürdőszobába, és eléggé után kell most pótolnom. Hazajöttünk a nyaralásból, de én azóta még ki sem mentem a lakásból, valahogy én nem tudom, hogy ki kellett pihenni a nyaralást, de most fölöltözöm, most már ki vagyok sminkelve, és a Rossmannba fogok menni, mert bejöttek megint ezek a 15-30%-os végösszekuponjaim, ilyen-olyan kedvezmények, azon kívül a kedvenc szempilla festékem most el fog fogyni. Ezzel vagyok most is, látjátok, kifestve, és pont tegnap megadta nekem ezt a tippet, megsukta Anita Beauty csoport YouTube csatorna üzemeltetője, most ezt jól elmondtam, szóval Anita mondta, hogy ez most akciós a Rossmannba, hát remélem, hogy ahova én járni szoktam, Kispesten, ott lesz is, és tényleg akciós, mert én ezt most után fogom venni, az összes szempilla festékem most már a végét járja, megcsináltam a tesztvideókat, volt olyan, amivel már igencsak meggyűlt a bajom, mert nem volt benne annyi sok termék, úgyhogy ezt mindenféleképpen, hogyha tényleg akciós, akkor meg fogom venni, úgyhogy most fölöltözöm, és útnak indulok. Sziasztok! Jövök hamarosan. Ja, és még azon gondolkoztam, hogy az előbb néztem pont Polgár Tündének a ilyen hogyan maradjunk urinők ilyen tündetípjei sorozatát, és hogy mit nem csinál egy urinő, és hogy nem rak magára sok festéket, és hogy elgondolkoztam, hogy én nézem magamat, hogy ez most minek számít? Ez most sok, nagyon kevés, nagyon pici kis alapozó van rajtam, van alatt egy primer, ugye bronzosítottam, highlight, tulajdonképpen a pirosító arcpalettámmal csináltam meg az Hourglass-szal a szemsminket is, egy nagyon-nagyon kis nude rúzs, de így mutatom a természetes szembefénnyel is, hogy szerintetek ez sok, vagy ez így minek számít? Őszintén én ezzel a sminkkel érzem jól magamat, és én ezt preferálom. És van is. Úgyhogy tényleg le van árazva ilyen 5500-ról 3849-re, és dugig fel van töltve, úgyhogy ebből most akkor fogok menni. Azért ezt megküzdöttem, ugyanis nincs rajtam a szemüvegem, és alig találtam meg a fekete színt, de még jó, hogy van nálam telefon, és ebből itt tudtam nagyítani. Na, megjártam a Rossmannt, és nagyon boldog vagyok, mert nagyon-nagyon jó akciók voltak, ez az egyik. A másik, hogy ugye én most gyűjtögettem, mert nagyon rég nem voltam Rossmannba, online vásároltam talán egyszer, de most pont bejöttek ezek a kuponok, amiket én még meg nem használtam föl, úgyhogy a végösszegből végül is 6000 forint jött le, én ennek nagyon-nagyon örülök, és képzétek el, hogy amióta nyaraltunk, nem elfelejtettem fölvinni még így az ilyen strand dolgokat, nem a fürdőruha meg ilyesmi, csak van nekem ilyen strandtáskám, és akkor benne van, tudjátok, ilyen-olyan krémek, meg stb. És az egyik ilyen rekeszben volt az a kagyló, amit én a Balatonról hoztam, ez a hatalmas, óriási nagy kagyló, ami közben egyébként kiszáradt, de én is megmutatom nektek, hogy én ezt hogy oldottam meg, hogy nehogy összetörjön.
Na hát nézzétek meg, hogy először is óriási, tehát akkora, komolyan, mint a tenyerem, és egy puha dolgot tettem így bele, tehát egy betét, az van benne, úgyhogy ez már egyébként így már szét is fog válni. Azt fogom csinálni, hogy majd szépen meg fogom lakkozni, és így fogom majd kitenni. Nagyon-nagyon szép. Ilyen nagy kagylót még talán nem is találtam. Egyébként ennyire gyönyörű a belsője, ilyen gyöngyházas, úgyhogy nagyon szép. Csodálatos. És még arra gondoltam, hogy amíg itt várakozok, van egy-két dolog, ami lehet, hogy színhelyesebb, ha itt megmutatom a kocsiba, mert vannak ilyen csillogósabb dolgok is, úgyhogy ezeket most itt nektek megmutatom. Először is vettem egy ilyen nagyon pici, hát egyébként nem is olyan nagyon pici, de ilyen pici csillogós fülbevalót, hát egyáltalán nem volt vészes, 1000 forint volt, de ezeket az ilyen pici fülem, mármint nem a fülem egyébként nagyon pici, de a kis lukakba vettem. Most is ugye rajtam van ez a nagy csillogos fülbevaló. Na itt van ez a fülbevaló, ugye erről beszéltem, ez a nagy csillogós, ez a cárékszeres Swarovski kövekkel kirakott gyönyörű nagy, ők így hívják, hogy rock, ez a kategóriájának a neve, vagy ez a fantázia neve ennek a kategóriának, ezeknek a csillogos fülbevalóknak, és akkor gondoltam, hogy így mellé ezt a kettőt, és ez így tök jó lesz, mert nekem ide, tehát ebben van itt három luk, úgyhogy ez tök jó. Na most még mutatom, fordítom van a kamerát. Van itt még négy körömlak, és egyébként azt hiszem, ha jól látom, három a Riváltól, tehát van egy ilyen átlátszó, ez ilyen fedőlaknak, már nagyon rég nem vettem ilyet, egy ilyen nagyon csillogós, arany színű. Ezt azért vettem, megmondom miért, mert most azt találtam ki, hogy látjátok, hogy most is így van a negyedik ujjamon ilyen neonos szín, úgyhogy ezt én így picit fogom megbolondítani. Hát a szokásos nude, úgyhogy én ezeket nagyon-nagyon szeretem. Majd otthon megmutatom még a számokat. És hát a kedvenc nyári színem, és ez most nincsen, ez a korallós, az Essence-től. Én ezt már többször vettem, úgyhogy én ezt most mondhatom, újra vettem. Úgyhogy ezek a kis színesebb dolgok, úgyhogy gondoltam, hogy itt a természetes fénybe ezeket így jobban meg tudom nektek mutatni. Az autóban, mert utána tényleg most már találkozunk otthon, hogy ez a panoráma szemspirál, amit egyébként ugye megvettem, elképesztő tényleg, hogy milyen villákat csinál. És ha például így, nézzétek, ha így fölhúzom a szememnél, hát akkor látni egyébként még inkább, hogy valami hihetetlen brutál tömeg és fölívelés az alsó pilákat is gyönyörűen megdúsítja, és tényleg annyira úgy néz ki, mintha valami műszempilla lenne rajtam, vagy minden esetre egy ilyen épített pilla, szerintem nagyon-nagyon úgy néz ki, sose tennék föl, sosem rakhatnék föl ilyen műszempillát, ezeket az ilyen beépített pillákat soha. Nem azért, mert nekem ilyen hosszú szempillám van, mert én ezt a rituálét is szeretem, és ezt szeretem, hogyha ilyenek a pilláim egy ilyen kis spirálozás után, és hát nagyon-nagyon jó szemspirálokat lehet kapni, úgyhogy ez a panoráma, ez egy nagy ajánlatom nektek mindenképpen, és most akció. Hát hazajöttünk, és hát Dolinak nagyon-nagyon tetszik a Rossmanos szatyor, egyébként itt van a kaparó, mi sajtnak hívjuk, de ez nem sajt, tehát ez egy olyan kis ház, hogy oda beszoktak menni, illetve most már a Dolly szokott bemenni, tehát felfedezte magának a Rossmanos szatyrot. De nincsen spoiler, jó? Te meg nem fogsz belemászni, amíg ebédelek, mert utána felvesszük a videót. Sziasztok, akkor mutatnám gyorsan a számlát, és külön bekarikáztam egy részt, hogy ugye vettem a L'Oréal szempilla festéket, ami 5400 forint volt alapáron, le volt akciózva 3800-ra, és nekem ebből lejött még 33%-os kupon, 1271 forint, úgyhogy összesen 2500-ért vettem meg, de mutatom a
többi részt is. Látjátok, nagyon-nagyon sok mínusz volt. A végén 46 ezer forint lett volna, és így 39.742-re jött ki. Tehát lássuk is pontosan, hogy mik ezek. Nos, beköltöztem a szokásos kis helyemre, és be kellett csukni az ablakot, és ezzel együtt nagyon-nagyon hallatszódik még mindig, hogy ilyen orkán erejű szél van. De remélem, hogy ennyire nem fogja megzavarni a videó felvételt, viszont átöltöztem, és felvettem azt a ruhát, mutatom, egy kicsit így lejjebb is, ami, hát itt sokat nem láttok, tehát ez így mell alatt van behúzva, és egy ilyen nagyon-nagyon szép, bő, és ilyen rojtos a vége az aljának a ruhának, illetve ugyanilyen rojtos, és így szűk, aztán bővül az ujja része is. Ez a ruha volt rajtam tavaly, amikor a Dalfutát forgattuk, Hajós Andrással, Lombos Marcival, ebben az epizódban voltam benne, és én ezt akkorra vettem, és én nagyon-nagyon szerettem ezt a ruhát, és aztán nem nagyon tudtam fölvenni, mert hát eléggé szűk lett, és most én elég sokat fogytam, és most meg kényelmes, majdnem, hogy azt kell mondjam, hogy bő, úgyhogy én ennek nagyon-nagyon örülök. Na, az előbb viszont bementettem már nektek, láthatátok a blokkot, és tényleg nagyon-nagyon jó akciókat fogtam ki. A kocsiba ugye már megmutattam nektek a körömlakokat, de most így egyesével is mutatnám. Tehát ezt az átlátszó körömlakot vettem a Riváltól, ezt a glittereset is, szintén ettől a márkától. Akkor mondanám ennek a nagyon-nagyon szép nude árnyalatnak a számát, ami a 2403-as, nem, az egy másik szám, a 05-ös, ha jól látom, de nem is ez a lényeg, ez a Rapsbury Shake, tehát ez egyébként 03-as, de csak megtalálom, mert annyi kód van rajta, hogy hihetetlen, ez egy nagyon-nagyon szép nude árnyalat. Ezt fogom egyébként kombinálni majd ebből a glitteressel, és hát a régi nagy kedvencemet, amit én már többször megvettem, ezt a korál árnyalatot, ez is a neve, hogy Korál Me Maybe, ez az Essence-nek a csodálatosan szép színe, abszolút ilyen nyári, nagyon szép szín, úgyhogy én ezeket imádom, imádom. Nos, akkor félre is rakom egy picit, a L'Oréal szemspirál, az pedig ő, ugye amit én itthon használok, az most már majdnem teljesen kifogyott, nagyon-nagyon kevés van már benne, azzal együtt, hogy még úgy cuppan, tehát én amikor kihúzom, akkor hallom, hogy még azért van olyan cuppanós feelingje, de már nem annyira friss, és nem annyira dús a termék, mint mit tudom én nem is tudom, 3-4 hónapja vettem, ilyen feje van. Nagyon szeretem, nagyon tartós, mondom, gyönyörű pillákat csinál, és majdnem, hogy azt kell mondjam, hogy vízálló, úgyhogy a másikat ezt most félre fogom tenni, használom még amíg tudom ezt oda is teszem a helyére, a másikat meg ide félre tesszük, úgyhogy ezzel is meg vagyunk. Na, akkor nézzük először, hát itt van a nagy szatyor, hogy, vagy hát nem tudom, az igazság, hogy nem nagyon tudok ilyen szisztéma szerint, bár nagyon jól, úgy látom, hogy nagyon jól bepakoltam. Jó, megpróbálom, először vegyük ki a nagy dolgokat, jó? Tehát a legnehezebb és legnagyobb dolog, csak hogy ez itt ne boruljon le, kitámasztom. Én most a Cocolino Sensitive-et vettem meg, a mi ez, mosógélt, mert tök jó árban volt, én nagyon szeretem a Cocolinót, és annyiba került körülbelül, mint egy kisebb méretű perszil, úgyhogy én nagyon sokat mosok, nagyon finom illata van, isteni ez az illat, úgyhogy én nekem perszil, Ariel, Cocolino, ez a három, ami számításba jöhet, és nekem ezek úgy egálba vannak, és mindig azt szoktam nézni, hogy melyik az, amelyik egy kicsit olcsóbb. Ennyi, mert én tényleg nagyon sokat mosok, és nekem megéri inkább olcsóbbat venni, mert
elég hamar elfogy, és most vegyek egy drágát, és hamar elfogy, értitek. Amit megvettem hozzá, öblítőt, ez akciós volt. Tehát ez eleve le volt akciózva, és én akciós pultom volt. Meg kell mondjam, hogy én a Szilántól majdnem mindig a fehéret vagy a kéket veszem, de az azon a pulton nem volt, csak ez a sárga, és én már ilyet is vettem, ezt az aromaterápiás illatot, és ennek egy nagyon-nagyon finom édeskés parfümös illata van, és a kokolino is elég erős illatú, úgyhogy szerintem most a legközelebbi mosás, mert pont ágyneműt húztam, szerintem nagyon-nagyon durván erős illat lesz a lakásban. Elfogytak a tisztítószerek, és ugye mondtam, vagy hát nem is tudom, hogy valamelyik short videóban, vagy valamelyik másik videóban mondtam, hogy hát most nagyon be kell táraznom, mert tényleg csináltam egy ilyen kis körutat itt a fürdőszoba részlegen, meg a WC részlegen, és teljesen kifogytam mindenből, úgyhogy azt nézem, hogy szerintem én ebből, mintha úgy emlékeznék, hogy hármat, igen, hármat is vettem, mert én a kádban is tartok egy ilyen fertőtlenítőgélt, mert a cicáknak az alomtálcát meg ott szoktam kimosni, és egyből lefertőtlenítem a kádat. Úgyhogy én a Domolból vettem most kettő ugyanolyat. Nem is ugyanolyan, hát végül is három tök különbözőt vettem. Jó, van egy ilyen intenzív tisztító, a másik egy... ilyen, mi ez? Tehát, hogy feloldja a vízkövet, ez azt ígéri, ez a kalklőzer, igen, hirtelen a kalk, nem jutott ezzel, de ugye ez a vízkő, ugye ez egy ilyen intenzív pucoló, ez inkább ilyen vízkőoldós, de ugyanúgy fertőtlenítő, jó, szóval most az, hogy mi van ráírva, az egy dolog, és a Breftől megvettem a szokásos, ezt fogom mégis a WC-be tartani, ezt a Power Active Gélt. Úgyhogy én ezzel mosok fel, alomtárcát, mindent ezzel pucolok, a WC-t is, stb. Stb. Úgyhogy ez nekem nagyon jó. Viszont amit különösen kiemelnék, és én ezt most már többetszerre veszem, de most egy másik fajtát vettem, ez fürdőszoba és konyha tisztító is, ilyen organikus tisztítószer, a Clean, mi ez? Clean Eco-tól, igen, ha jól látom, ez a márkája. Az előző talán egy levendulás volt. Most azt nézem, hogy ennek van-e különösen valami extra illata. De nem, ugye arról van szó, hogy ez egy abszolút vegán, állatkísérletmentes, hipoallergén, 100% növényi alapanyagokból, ellenőrzött gazdálkodásból, és napenergia... Micsoda? A napenergiával állítottak elő. Igen, szóval ez egy abszolút ökocúc, és hát most én meg fogom ennek szagolni az illatát, meg kíváncsi vagyok, csak én messziről, mert... Igen, szóval ilyen nagyon-nagyon kis, semmilyen ilyen diszkrét tisztaság illat. Én a kádat szoktam ezzel, illetve a mosdókagylót szoktam ezzel sprickolni, és nagyon-nagyon kellemes, meg kell, hogy mondjam. Úgyhogy az előző most fog elfogyni, az egy, mondom, ilyen levendulás, de ugyanez a márka, úgyhogy én ezt nagyon ajánlom nektek. Ugye a szokásos, hát ezt ugye nem kell részleteznem, betétek, mindig ezt veszem, ezt a Librez, illetve így a vége napokra nekem ez nagyon kényelmes és sokkal jobb, mint hogy ilyen a nagy betét bent lenne, viszont most én ebből a Lady, nem a Léniből a vékony normál, illetve ezt a nagy kiszerelést vettem, mert ez így olcsóbbra jött ki. Így is 3000 forint volt, de eleve 1500-ba kerül egy ilyen kis csomag, és ez így praktikusabb is volt. Tisztasági betét, jó. Na, amitől mindig olyan jó kedvem lesz, az itt ebben a Rossmannokban kapható, ez az ilyen jeges medvés szívecskés szalvéta. Én ezt is már többször vettem, nem tudom, meglátom, és ha jó kedvem lesz tőle, úgyhogy én ezt nagyon szeretem, hogyha van a konyhában. Az elfogytak videóban fogom mutatni, és nem tudom most, hogy az elfogytak videó ezelőtt megye ki, vagy a Rossmann videó megy ki az elfogytak videó előtt, nem tudom, de az a lényeg, hogy a nyaralás alatt, ami meg most volt, ugye egy pár nappal ezelőtt jöttünk haza,
így eltört a női borotvámnak a feje. Tehát én azt hittem, hogy csak ott valami magával ezzel a töltő résszel, amit ugye cserélgetni kell, ezzel a borotva fejjel történt valami, mert ezt ugye be kell pattintani. De nem, mert mikor hazajöttünk, és még van nekem egy tartalék, nem illeszkedett. Tehát ott valami tényleg eltört, de azért mentségére szolgáljon, és őróla van szó, és újra vettem, mert nagyon szeretem, ez a 6-os pengéjű argánolajat is tartalmazó, és vettem hozzá ilyen pótfejeket. Ez a női borotva mentségére legyen, tehát több mint egy éves volt, de lehet, hogy kettő. És hát azért ezek műanyagok, tehát egy idő után megadja magát, nem gondolnám, hogy megveszem, és majd 10 évig használom, és egész jó árban van, én akár, mit tudom én, több havonta is szívesen újra venném, hogyha valami történne vele, mert így is megéri, mert amióta ezt használom, én nem vágom meg magamat, nagyon tartós így a szőrtelenítés, nagyon meg vagyok vele elégedve, kisebb, vékonyabb helyekre is be tudok vele jutni, és nagyon, nagyon klassz, és teszi a dolgát, úgyhogy ebben én nagyon meg vagyok elégedve, ezért vettem újra. Úgyhogy igen, folyékony szappan, minden, most egyszerűen minden elfogyott, minden, úgyhogy vettem a konyhába ezt a Berry Love izanát, mert ezt én már vettem sokszor, szeretem, hogy a konyhában valami gyümölcsös édeskésebb illat van, viszont ezt most láttam először, ezt a Luxia márkát. Azt írja, hogy cream and soft, rose and milk, tehát ez egy ilyen krémes, rózsás, ilyen teljesebb állagú szappannak kell, hogy legyen, és egy egészen nagy kiszerelés, ez egy majdnem 1 liter, 900 milli, és még soha nem láttam ezt a márkát, de most ezt meg fogom szagolni, meg kíváncsi vagyok. Brutál rózsaillat. Tehát ennek brutál rózsa illata van, nagyon durva. Jól, igen, jól vissza kell zárni, mert már többször jártam úgy, hogy kicsavartam, nem szálltam eléggé jól vissza, és kifolyt az egész. Úgyhogy még egyszer mutatom, ez a Luxia. Nem tudom, hogy ti már láttátok-e, én most először. Úgyhogy ez a rózsás verzió. Ha szeretitek a rózsa illatot, akkor jól fogtok járni. Maradjunk a szappanoknál, egy darab szappan nem maradt itthon, és képzétek el, hogy a Tihanyi Levendula Farmról egyszer én kaptam egy ilyen eredeti levendulást, tehát hogy maga a levendula virág is így benne van a szappanba, celofánba, szalaggal, ilyen matricával, logóval, évek óta őrizgettem, és muszáj volt kivenni, mert egy darab szappan nem volt itthon, tehát nem tudom, most itt lenni, minden elfogyott. Úgyhogy a Yamunától vettem, hát nekem ez a kedvencem, egy, na ezt még soha nem vettem, azért vettem meg ezt a grapefruitosat, mert azt még nem vettem. Úgyhogy vettem egy ilyen grapefruit verziót, és isten illata van. Szóval én nem tudom, lehet, hogy 650 forint, és biztos van 200 forintért is, meg sokkal olcsóbb is szappan, meg lehet otthon is készíteni, meg mit tudom én. De én ezeket nagyon szeretem, ez nem irritálja a bőrömet, nagyon meg vagyok velük elégedve, úgyhogy én maradok a Yamunánál hosszú távon. A másik egy jázminos és frangipáni virág illat. Ezt is nézzük meg, ez egy fehér színű. Nagyon... Jó, figyeljetek, ezt mindenféleképpen szagoljátok meg, mert ez valami pazar, ez isteni. És van egy picit ilyen fehér kenzós parfüm illata. Úgyhogy én már minden illatot valami parfümhöz kötök. És hát, hogy legyen egy ilyen rezerv szappan is, hogyha mit tudom én szeretek egy ilyen olcsóbb szappant is úgy tartani, tehát ha így elfogy már minden, és most ugye nem volt ilyen itthon, ezért is mindenféleképpen az Izanának ezt a szenzitív szappanját vette meg, ami viszont tök jó, úgyhogy én ezt már többször vettem, úgyhogy most itt 3 szappan is van, úgyhogy én most már nem fogok úgy járni, mint a múltkor a hajsamponokkal, hogy egy darab hajsampon nem volt, úgyhogy most 2 is van itthon. Soha nem lesz most már olyan, remélem, hogy így elfogy akutan, és nem tudok mihez nyúlni.
kellett kukazsák, úgyhogy én szeretem a Rossmannból ezeket a vastag, fekete 135 liter, ugye nekünk nagyon nagy kukánk van kukazsákot. Hát a Dove dezodorok is elfogytak, és ugye a DM-ben mindig ilyen duó pakkokat szoktam venni, ami most itt nem volt. Tehát itt a Rossmannban nincs, vagy hát nem tudom, hogy ez most itt ki nyílt, nem? Tehát nem tudom, hogy ez a DM-nek a sajátossága, de a Rossmannban nem volt, úgyhogy vettem egy ilyen szimplát, egy ilyen normál méretűt, és két ilyen nagyobb méretű originál Dove dezodor, nekem ez az izzadásgátlom, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem, és semmi más nem használok. Akkor vettem habfürdőket, igen. A múltkor, már nem is tudom ezt, és talán lehet, hogy ez elfogytak videóban, igen, abban mondom majd, vagy már láttátok, vagy most, akkor mondom, hogy majd fogjátok látni, hogy én már nem fogok se Izana, se Balea habfürdőt venni, mert valahogy már az illatát se bírom. Tehát éppen egy ilyen mézes fogyott el, és jaj, nagyon nem, viszont én nagyon szeretem a baba lanolinos illatokat, ugye ez az ős illat, ez a baba lanolinos krém, habfürdő, tusfürdőm is van most, és megvettem most már másodjára, vagy harmadjára a habfürdő változatot, illetve vettem a herbál, mi ez? Herma, na jó. Herba Medicus. Egyébként még ezt esküszöm, hogy azt hittem, hogy ez a Kneipp-nek a terméke, de nem. Mindegy, egy ilyen herba cucc, és egy igazi eukaliptuszos, ilyen gyöngyvirágos. Gyerekek, nem tudom, hogy megőrültem ebbe a szélbe, vagy mi valami az agyamra ment, hogy a gyógynövény gyöngyvirágnak mondom, szóval na, az a lényeg, hogy ez egy ilyen vegán termék szintén, és eukaliptuszos, ilyen jó kis ilyen gyógyfürdő, megszagoljuk ennek is az illatát, nagyon tömény, olyan, mint amikor bemész a szaunába, és ez az eukaliptuszos gőz így megüt, de az a kellemes eukaliptusz, szóval nagyon jó illata van, és ez tényleg ilyen nagyon jó kis relaxációs, nagyon jó kis ilyen kikapcsoló időtöltés lehet a fürdőkádban. Hát aki szeret így fürdőzni, ez egy 500 millis, ez se volt olcsó, de nem tudom, én azt érzem, hogy nagyon sokáig vettem ezeket a nagyon olcsó tusfürdőket, meg habfürdőket, és csak hogy kettesével, hármasával, és egy idő után tényleg most már én is eljutottam odáig, hogy nem veszek 8 valamit, ami mégis tök fölösleges, és csak így gyűlik, és soha az életben nem fog elfogyni, és a végén meg már oda jutsz, hogy itt már végén meg is romlott, vagy így felbudjan, vagy megbudjan, vagy kibudjan, az a mindegy. Az a lényeg, hogy inkább veszek egy nagyon-nagyon jót, és nem veszek 3 vagy 4 olcsót. És úgyhogy én ezért is vettem ezt meg, mert nagyon szimpatikus volt. Amúgy is akartam valami gyógynövényes, akár eukaliptuszos illatú fürdőt, úgyhogy ezt most meg fogom tudni valósítani. Viszont, ami az ilyen olcsó és a drága közötti átmenet, és én ezt azért vettem meg, mert én imádom a Lancôme La Vie Belle illatot még mindig, és a fa sorozatból a Divine Moments család ennek az illatnak a tehát ez az az illat, nem tudok máshogy mondani, a dezodorja, a mindenféle sprék, szappantusfürdő, habfürdő, tehát minden, ez a Divine Moments, ez teljesen megegyezik a Lancôme La Vie Belle parfüm illatával, ezért én most megvettem magamnak ezt a tusfürdőt, mert én ezt imádom. Egyébként a Yamunának most használom, mert kaptam ajándékba egy egész szettet, a Boldogság szett. Van testápolóm ebből, van tusfürdőm, és van még egy valami, azt most már meg nem mondom micsoda. Talán az is egy, igen, egy testpermet.
És egy krém, egy testápoló krém tégelybe. Na, ez a Jamona Boldogság család, az is Lancôme La Vie Belle, úgyhogy fantasztikus. Pedig akiktől kaptam, nem is tudták, hogy imádom ezt az illatot, viszont a Fadivány Moments is ugyanaz, és nagyon-nagyon jó. Azon kívül vettem, miután az összes, én nem tudom, már figyeljetek, képzeljétek el, hogy már ilyen befőttes gumival, esküszöm, befőttes gumival fogom össze a hajamat, eltűntek az összes hajgumi, minden normálisabb hajgumi eltűnt, egy ideig a macskák lopkodtak, illetve a Ciru, hát a Ciru most már nem lopott semmit, viszont nem tudom, hogy ezek hol vannak, úgyhogy ilyen 350 forintért vettem két ilyen anyag, de ez az ilyen szőrös hajgumit, és ez nagyon-nagyon jól tartja a hajat, nagyon-nagyon jó a színe, szerintem ez teljesen jól fog illeszkedni így a hajamhoz, nem is, hogyha engem most azok után, hogy én már befőttes gumival kötöttem össze a hajamat, vagy kötöm össze a hajamat, ezek után már az annyira nem érdekel, hogy most hogy néz ki, de hát nyilván, hogyha lehet választani, akkor már olyat választok, ugye, ami tetszik, és nekem ez a ilyen pirosas, nekem ez tökre tetszett, úgyhogy úgy szoktam egyébként a hajamat fölrakni, ezt most így megmutatom nektek. Hát biztos, hogy valami nagyon nagy újdonságot fogok mutatni, de most ugye ironizálok, hogy egyszerűen én így a hajamnak a felső részét így felfogom, az alsót pedig így hozzá rakom, és akkor így csinálok egy ilyen hurkót, ebből lesz egy ilyen konty, hát nem tudom, hogy most látjátok-e, és szépen, egyszerűen csak így rárakom. És akkor megint megkaptuk ezt a Kalán néni stylingot, ha még egyet rárakom, még erősebben fogja, és ennyi. És itt van Ildikó Beauty, átment Kalán nénibe, de most nyilván most le fogom bontani, most nem akarok ilyen Kalán nénibe lenni, de ezek nagyon jó kis praktikus hajgumik, és nagyon remélem, hogy ez már nem fog eltűnni, mert én nem akarok megint ezért pénzt kiadni. És az utolsó, az viszont egy olyan termék, amit én már nagyon-nagyon sok helyen láttam, hogy nagyon-nagyon dicsérték. Száraz samponom sincs itthon, egyébként egy fújásnyi van, és már azt sem tudom, hogy az melyik. És az utóbbi időben egyáltalán nem vettem már száraz sampont, mert nem használok, viszont azért jó, hogyha van itt egy. Tehát azért jó, ha van. Csak valami belement a szemembe. Na. Igen, és akkor ilyenkor szoktam így leszedni az egész minket. Körülbelül. Na, most meg vagyok. Hogy sokan dicsérték az Elsev Dream Longnak az ilyen volumen növelő száraz samponját. És az igazság, hogy én nagyon szeretem ezt az Elsev családot, mert ezek nagyon-nagyon jó termékek. Én már hajvégápolót, hajmaszkot, hajsampont, hajbalzsamot, most éppen szerintem egy ilyen hajmaszk van ettől a márkától és ettől a sorozattól, de nagyon sokan dicsérték, most kérdezzük, hogy milyen illata van. Egész finom illata van, ilyen púderes. Úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy ez milyen lesz, hogyha így ráfújom a hajtövekre, hogy mennyire emeli meg így a tömeget, illetve hát, hogy mint száraz sampon, hogy funkcionál, úgyhogy mindenféleképpen majd én is be fogok erről számolni. Viszont képzeljétek el, itt a mese vége, elfogytak a termékek, és rohadt melegen van, úgyhogy alig várom már, hogy visszanyissam az ablakot, hogy megint jöjjön ez a kereszthúzat, de nyilván a videó alatt én nem tudtam így forgatni, mert még nincsen mikrofonom, én állítólag nem sokára kapok egy ilyen mikrofont, amivel majd így jobban kiszűrődnek ezek a zajok, meg jobb lesz a hang. Hát majd meglátjuk, hiszen majd, ha látom, ugye. Ja, hát aztán lemutatom ezt a fülbevalót a kocsiban, de hát itt is nézzétek meg így közelről, szóval szerintem nagyon-nagyon szép,
És egyébként nagyon mutatós, és most azt akarom még megnézni így a videó végén, hogyha csak így szólóban beteszem, hogy ez mondjuk így, mintha ilyen pici, és ilyen hétköznapokra, akkor ez így hogy mutat, úgyhogy most ezt is meg fogom nézni, mert ezt így kamerán keresztül majd azért ezt jól lehet látni. De na figyeljetek, ez tök jól néz ki így egyedül is. Ez nagyon mutatós, ez nagyon tetszik. Úgyhogy akár ide a hátsó kettőbe, vagy akár szólóba, szerintem ez nagyon-nagyon jó vétel volt, és nagyon szép. Néha az, egyébként az ilyen drogériákban ezeket a kis bizsukat is ki lehet fogni, ami már ha valaki szereti ezeket. Én nagyon szeretem az ilyesmi jellegű ékszereket, ami ilyen, tényleg ilyen minőségi és ilyen szép. De mondom, ilyen kis picibe szerintem ez nagyon jól néz ki. Nézzétek meg! Na, hát itt a mese vége, itt van a videó vége. Köszönöm, hogy velem tartottatok, megnéztétek, hogy mit vettem a Rossmannban. Mindenféleképpen kommenteljetek, iratkozzatok fel a csatornámra, vigyázzatok magatokra, és legyen szerencsénk máskor is. Sziasztok! Hullámokkal játszunk, neonfény tanulszunk, múlnak a percek, de mi csak tovább megyünk. Éjszaka varázsa, felünk minden mozdula. Együtt rálépünk, emlékek útjára.